láttatok bogarakat, dinókat, meg ilyen csillagászati. Mondja két diáklány a Futura roadshowjáról kilépve a tatabányai Vértes agórájában. A Mosó-Magyaróvári Tudományos Interaktív Élményközpont a napokban mutatkozott be a Komárom-Esztergom megyei megyeszékhelyen. A gyerekeknek egy 45 perces, tulajdonképpen egy tanórának megfelelő programot állítottak össze. Tulajdonképpen két célunk volt azzal, hogy most idejöttünk Tatabányára. Egyrészt a természettudományok népszerűsítése, ez a küldetésünkben is benne van, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Másrészt pedig magának az intézménynek a népszerűsítése, hogy halljanak rólunk, tudjanak rólunk, váljunk osztály kirándulási célponttá, a családok célpontjává. Tatabányáról nagyon egyszerű a közlekedés Mosonmagyaróvárra, bármelyik gyorsvonatra, ha itt felszállnak, ott egy óra múlva leszállhatnak. Az állomáshoz nagyon közel vagyunk, úgyhogy igazándiból fel szeretnénk kelteni az érdeklődést. Az érdeklődést pedig sikerült felkelteni. A Futura roadshowja három, egyenként 15 perces állomásból állt. A gyerekek kémiai kísérletekben vehettek részt, megcsodálhatták a mobil planetáriumot, és próbára tehették logikai képességüket a Visa Puzzle segítségével. Mindenkinek nagyon tetszettek a programok. A fizikai és kémiai kísérletek azok nagyon jók voltak, akkor a puzzle, amikor a tokhalat raktuk ki, az nagyon hasznos volt, mert látszott, hogy viszonylag kevés puzzle-t raktak idáig ki, tehát logikai gondolkodás segítette, és hát ez a kis csillagvizsgáló, ez pedig ez jelentette a legnagyobb élményt neki. A Mosonmagyaróvári Futura roadshowja folytatódik. Tatabánya után jövő héten a szlovákiai Somorjára látogat az Interaktív Élményközpont.